az első világháború eseményeire és Európa történetét alapjaiban megváltoztató következményeinek 100 éves évfordulójára emlékezünk immár 4 éve. A világháború centenárium sorozata számos kötetet és jelentős történészi munkát termett 2014 óta, igaz, a lelkesedés azóta alább hagyott. Ezt törte meg Koszta István új kötete, amely a nagy háború Erdély vonatkozásait és sajátosságait foglalja össze. Új kötetéről és a sorozatról a szerző beszélt. Családi krónikának kezdtem neki ezelőtt 12 évvel. És olyan izgalmas volt az anyag, amit találtam a hadtörténeti levéltárban, mert ott kellett kezdeni, ugye? A 9. Marosvásári Honvéd huszárezred történetéről volt szó, ami most már tankönyv az akadémián, és akkor annyi anyag volt, hogy hát nem lehetett elhagyni. Na most rendkívül fontosnak tartottam azt, hogy mondjam el elsősorban az erdélyi olvasónak, hogy mi történt ez illat Erdélyben, mi itt globálisan kezeljük ezt a kérdést. És az Erdélyt vonatkozás is féloldalasan. Tehát mindent tudunk a menekültekről, szegényekről, minden együttérzésem rendben van, de aki itt volt, az volt, aki elviselte a háborút. Ugye? Egyrészt. Másrészt pedig ugye Erdélynek két határa van. A keleti határ, amiről tudunk, a közbeszéd csak erről tud, de volt egy déli határ, ami megnyerte nekünk a háborút. 16-ban a román királyi hadsereg bejövetele után. Na most ez az anyag, ez teljesen kimaradt. Elkísérem az erdélyi alakulatokat a hadszíntérre, és a harmadik kötetben, ami ezután jön, visszahozom. Na most a harmadik kötet az nyilvánvalóan a 17. december 4-i fegyverszüneti tárgyalások után következik, tehát gyakorlatilag 18. október-novemberrel kezdődik a negyedik kötet. A kötetet Csucsulya István történész, a Bábesbai Tudományegyetem emeritus professzora mutatta be, rávilágítva most megjelenő számos világháborús munkák sajátosságaira, valamint eloszlatva néhány történelmi tévhitet, amelyet úgy a tankönyvekből, mint a széles nagyközönségnek szóló könyvekből még mindig olvashatunk.